amikor az beindult, kivővült egy modern desszertgyártó gépsorral, és abban nem nagy tapasztalatunk volt, én meg végképp nem, én a feldolgozásnál voltam, maga a csokoládi gyártásnál, a folyékony csokoládi gyártás, az én indítottam be azt a gyárrészt, egy 4 emeletes nagy szintet, óriás nagy kapacitással, kakaóval, silóval, 100 vagonos kakaókilóval, minden. És utána engem áthelyeztek a feldolgozásra, ahol desszertgyártás is történt. Az én időmben inkább jóra találta ki a csokoládi gyár vezetősége, hogy kéne létrehozni egy gyártmányfejlesztési osztályt. Hát ez így. Aki ezzel foglalkozik. Mert minden komoly nagy cégnek 2%-a ezzel foglalkozik a fejlesztéssel. Akkor visszahoztam a piacról régen eltűnt nyugátot. Nem puncs nyugát, vagy milyen futott. Az akkor nagy vitája volt, hogy ebből nevezessük el, nem akarták engedni, végül is még országos mezőgazdasági kiáltás nagy díjat is kapott. Hát akkor ha veszük, hogy a B-set mondhatom ide, mert az szakmailag az volt, amit én szerintem most is állítom, nem csinált más Magyarországon, amíg én nem hoztam be a B-set. Hát szakmailag ez volt. És ez milyen néven ment? Bízdeszert. Például a bírs az nem, egyáltalán nem volt, vagy ribizni sem volt. Ezt a kettőt hoztam én, meg még a sárga dinnyét. Hát a dinnye az igazi, hogy csak aroma volt. Már ribizniben... És a dinnye miben volt a sárga dinnye? Hát, az úgynevezett fondán, ízesített fondán volt. Tehát, hogy az más, hogy valami szakmai vagy kis csempészet bele az ember egy kis almavelőt, ami velősítse, hogy ne csak a cukorfondán krémet érezze az ember, hanem neki gyümölcsös étegye, de nem dinnye volt, persze, hogy nem dinnye. De egy nagyon kellemes, ha jól viszont Szerencsi Nyár néven hoztam forgalomból, de most abban volt, hogy azt hiszem abban volt a ribizli a dinnye. És nagyon kellemes volt, még jó ízű volt, akkor már felkapott, és még mai nap is árulnak, de jót. Tudod, ez a diótázat, igen. És próbálgattam, és nagyon finom diót eszeltet, és meg is csináltam. De jó néve hoztam, így leegyeztettem a De jó szégyen, használtam el a nevüket a csokoládéban, hogy De jó. Az volt a dízemozok a neve is, hogy De jó. A Melba, utána jártam, hogy Izsiti Béla bácsi cukrászmester csinálhatta itt Szerencsén. Izsépi Béla. Igen. Még az élet rajza is megvan nekem. Nem, meg annak, és ő cukrász volt? Cukrász volt itt, és úgy, mint hogy Bandi bácsi kikotyvasztotta a párizsi kockát. Én csináltam az ABC szeretet, a Meteo szeretet. A Gabriel szeletet, ez mi újítottunk. Igen. Tehát, de én arra azon gondolkodom, hogy ezek annyira csodálatos életek, tehát aki itt élt, és egyszerűen... És olyan finom csokoládék voltak. És ezen gondolkodott, és a Barni bácsinek is, most nem akarok felbasztakítani, hiszen nem akarok itt gyönyörködni, de ez hihetetlen, igen. Hát nekünk ez van szakmán. Igen. Hány országban exportált a csokoládégyár? 36-ban. És mit exportálta? Hát a finom desszertől kezdve mindent. Tehát ezeket, amiket ti kitaláltatok, igen, és itt fejlesztettetek, ezek hát 36 országban. Hát nem ezzel, de azt mondták, hogy mit tudom, a gurman desszertet kiválasztották, akkor az nem 36 országban, mert azért az export most sem úgy működik, hogy mindenhova viszik, hanem bizonyos helyre. Meg ugye ezt kereskedővé vállalhatja, hogy nekem kellett ez a desszert, vagy ez a csokoládé, ezek utak az első csokoládé dizájnnak is egyébként. És ki volt a grafikus? Igen. Ezt lehet tudni, hogy grafikus. Na most ez biztos, hogy... Aztán hát sem tudjuk. Anonim. A
Az érdekel még, de ezt majd a Bandi bácsitől is meg fogjuk kérdezni, hogy mert ő például szeret arról beszélni, hogy, hogy mondjuk egy csokihoz milyen csomagolást képzelt el. Tehát, hogy így igen, ő rendelte igen, meg igen, a fotóstól a fotót, és hogy te emlékszel erre, hogy... Hát, tehát, hogy kompletten, tehát az élmény kompletten igen, az igen, íz, igen. És az állat... Szaloncukorkának van a baba feje, szaloncukorkának van a kis tüdő, kislánya, hogy csodálkozik a... Igen, a karácsony. Egy évig várta arra, hogy legyen karácsonyfa, meg azt a kislány kinek... És ez megvan? Meg itt is megvan a múzeumban. Kisfiú, kislány, szaloncukorkának. Képekbe gondolkodott, meg így mondta, hogy... hogy kiküldte a fotós tavasszal, hogy legyen pipacs. Igen, meg a bírdeszertre vártunk, a pipacsra vártunk, az aranyesődobozra. Aranyesőt most nem ugye mondjuk. Tehát az aranyesőt nem lehetett bármikor fejlődni. Igen, az csak tavasz. Hát én függet deszertet csináltam 5 vagy 6 éve. Nem is gondoltam volna az ember szerencsén találnak függe bokrot. Én már próbáltam odafigyelni, hogy ne a grafikus tervezze meg a díszdobozomat például, hanem azt, amit én akarok rátenni. Hát így alakult, hogy a bírsre már bírsalma volt fényképezve, a szerencsinyára, a rúzsanka virágtól kezdve, a grafikusommal szerettem mezei virágcsokrot, hogy... Ki volt a grafikus? Ekkel Gubi. Tanulókoromban, ahogy láttam, tehát ebben bele kellett tenni folyékony csokoládét, utána megfordítani, kirázni a csokoládét belőle, a kirázás után lehűteni, és papírval levágni a tetejét. Ami kicsorgott csokoládénak, utána maradt egy csokoládé hűvely. Csokoládé hűvely, tehetett belőle tölteni folyékony, úgynevezett melba krémmel legyen az. Citrom, narancs, bán, ananás. Ki csinálta ezt a... Hát volt, ezek ilyen... bárdogos mesterek voltak, ahol ez egy szakma volt. Aha, ilyen formaöntő, vagy forma hát ez készítő. Forma készítő, mert ugye hát egyszer ki kellett önteni. Az már, azonban a műforma volt, műanyagból. Ott van, és ez ezüstből volt, ez a forma. A melódiának az első igen, formája ezüst? Igen, ezüstből volt, igen. És akkor itt... Ez egy ékszer, azt is. Ja. És akkor ott nekem ott van aranyból. Most van egy formán megcsinálta, úgy aranyból, hogy van egy forma gyártó, és akkor azok svédek, itt voltak 3 éve, és mondtam nekik, hogy ezt öntsék ki nekem, és aranyozzák le. És akkor úgy van ki egy márványnapra rátéve.